Kedvezményesen vásárolhatják vissza ingatlanjaikat a Nemzeti Eszközkezelőtől az egykori tulajdonosok. 60 napon belül válaszolniuk kell, hogy élnek-e a lehetőséggel, vagy maradnak bérlők. Ha nem válaszolnak, bérleti díjuk drasztikusan megemelkedik. Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkárt köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye az eszközkezelő március 31-ig bezárólag kiküldi minden érintettnek a tájékoztatást, a tájékoztató levelet, amely ugye személyre szólóan tartalmazza az adott ingatlanra vonatkozó ajánlatot. Mi a címzettek teendője ezek után, miután készhez kapták ezt a levelet? Ugye a kormánynak nem ez az első lépése a devizahitellek miatt bajba jutott családok megmentésére. Kedves nézők, visszaemlékeznek, 2011-től volt az árfolyamgát, volt a forintosítás, volt a bankok elszámoltatása. Ezek körülbelül mintegy 1 millió embert érintettek ezek az intézkedések, és az egyik fontos eszköze volt az emberek otthonmentésének, az eszközkezelőnek a létrehozása, amely eddigi működése során mintegy 37 ezer ingatlant vásárolt meg abból a célból, hogy az emberek ne veszítsék el az otthonukat, maradhassanak bent a saját lakásukban, és ott bérlőként élhessék az életüket, amíg a sorsuk nem rendeződik. Erre a fontos eseményre került most sor. A kormány úgy döntött, hogy visszaadja az embereknek az otthonát, és ahogy ön is a bevezetőben említette, tegnapi nappal kezdődően legkésőbb március 31-ig mintegy 32 ezer család kap névre szólóan, egyéni konstrukcióra szóló levelet, hogy milyen feltételek mellett, milyen változatok szerint vásárolhatja meg a lakását. Kérdés az volt, hogy mi az embereknek a legfontosabb teendője az, hogy 60 nap alatt, ennek a levélnek a készhezvételétől számított 60 nap alatt válaszoljanak az eszközkezelőnek, nyilvánítsák ki együttműködési szándékukat, tehát az, hogy vagy egy összegér, vagy részletre megkívánják vásárolni a lakásukat, vagy esetleg bérlőként kívánnak továbbra is a lakásba maradni. Nem tudom, arra van-e adatuk, hogy milyen anyagi körülmények között élnek ezek a családok, de mondjuk hányan dönthetnek úgy, hogy visszavásárolják az ingatlanjaikat? Nem akarok találgatni, de annyira kedvezők ezek a feltételek. Hiszen aki egy összegben vásárolja vissza a lakását, ő vagy valamelyik közeli hozzátartozója, mert ezt is lehetővé tesszük. Mennyire kell közelinek lenni annak a polgári törvénykönyv felsorolja, hogy ki a közeli hozzátartozó. Régen vizsgáztam belőle, de ugye a testvér, a felmenő, a leszármazó és az oldalág. A lakás vételára abból indul ki, amennyiért az eszközkezelő megvásárolta annak idején a lakást, tehát nem a jelenlegi, egyébként azóta jelentősen megemelkedett ingatlan árakból. A vételárba beszámítják azt a lakbért, amit a benne lakók 18. december 31-ig kifizettek, tehát kvázi vételár előlegként fogjuk fel az addig kifizetett vételárat. Aki egy összegben kívánja megvásárolni a lakását, attól függően, hogy Budapesten, budapesti agglomerációban, megyei jogú városban, nagyvárosban lakik, vagy kisebb városba, illetve egyéb településen 15-25, illetve 35% további árengedménybe részesül. Az állam sehol nem számít fel kamatot ebben az esetben. Mi a helyzet azokkal, akiknek mondjuk nincs annyi pénze, hogy egy összegben ki tudják fizetni az ingatlanárat? A rendelkezés lehetőséget biztosít arra, hogy ezek a családok részletre vásárolják meg ingatlanokat. A részlet összege lényegében igazodik a mai egyébként nagyon kedvezményes bérleti díjhoz is. Pontosan ennek ma az átlaga 11.160 forint, tehát a részletek ehhez az összeghez igazodnak. Egy megkötés van, hogy 30 év alatt, tehát egy rendkívül hosszú futamidő alatt ezt a részletfizetési kötelezettséget
teljesítsék. Ugye azt mondta, hogy 60 nap alatt választ kell küldeni erre a megkeresésre, erre a levélre. Mi van azokkal, akik nem küldenek semmilyen visszajelzést az eszközkezelőnek? Mi nagyon kérjük, hogy valamilyen visszajelzést mindenki küldjön. Ez 60, jelenleg 60 napos a hangsúlyozni szeretném, hogy az értesítő levél készhezvételétől számított 60 nap a reagálási lehetőség. Egyébként, ha bármilyen kételjük van, hívhatják az eszközkezelőnek a megyei kirendeltségét. Most szervezzük, hogy mintegy 2300 önkormányzaton is legyen olyan információs pont, tehát szinte a legkisebb településen is fordulhatnak az önkormányzathoz, annak érdekében, hogy a részletek felől tájékozódjanak. De ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy az a levél, amit kapnak, az minden részletre, összegekre is kiterjedően tartalmazza a címzetnek rendelkezésre álló lehetőséget. Annak, aki a harmadik lehetőség, elmondom, hogy, hogy bérlőként lakjon bent a bérleménybe, a jelenlegi bérleti díjak mellett. 60 nap, ezt jelenleg jogvesztő határidőnek tekintjük, hiszen valahol a folyamatot leszeretnénk zárni. Tehát aki nem válaszol, az elveszti a lehetőségét annak, hogy megvásárolja. Elveszíti ezzel együtt az eszközkezelőnek eddig is feladata volt, hogy mindenkivel humánus, emberies módon bánjanak el. A magyar jog egyébként lehetőséget biztosít igazolásra, de ma az alapállás az, hogy nagyon kérünk mindenkit, hogy 60 nap alatt jelezze a szándékát. Államtitkár úr, köszönöm, hogy itt vagy. Nagyon szívesen.